A második negyed évben kerülnek forgalomba az új alapanyagú 100 forintos érmék, mellettük a jelenleg használt 100 forintosokkal is lehet majd fizetni tájékoztatták televíziónkat. Az új 100 forintosok külső megjelenése és legfontosabb paraméterei változatlanok maradnak. Alapanyaguk azonban acél helyett réz nikkel cink ötvözet, amely a tapasztalatok szerint stabilabb működés biztosít az automatákban, mint az acél alapanyagú érmék. A jelenleg használt 100 forintos érmék továbbra is forgalomban maradnak. Az éremelfogadó automaták felkészítése az új 100 forintosok kezelésére már tavaly októberben elkezdődött. Akik még nem készítették fel berendezéseiket az új érmék elfogadására, tegyék meg. Az ehhez szükséges beállítások elvégzéséhez az üzemeltetők egyszerű címletváltás keretében tesztérméket igényelhetnek a Magyar Nemzeti Banktól. Írja a televíziónkhoz eljutatott közleményében a jegybank.